Elkezdtem a nyugati széllel. A város fénybe öltözik, itt van az ilyen. Nem tudja senki még, hogy megjöttem. Múlt időbe került ma sok minden. Csak sodor a szél, csak repít a szél. Meg a fa, ha nincs gyökér alatta, ami ma szétfoszlott, nem volt foganatja, hogy érek oda, ahol várnak végre. A Pink and the Panther zenekar tagjaival beszélgetünk. Sziasztok! Hello! Hello. Ugye a Kőbányai Zenei Stúdióban ismerkedtetek meg, sőt, hát mondhatjuk azt, hogy a zenekar tagjai ott tanultak, hogyan jött össze ez a zenekar annó? Ugye 3 évvel ezelőttről beszélünk. Igen, ez úgy indult az egész, hogy régen egy közös zenekarba játszottunk a basszusgitárossal. Ő az egyetlen tag a zenekarból, aki nem járt a Kőbányai Zenei Stúdióba. És akkor mindig mutogattam neki az ötleteimet, és akkor beszéltük róla, hogy akkor csináljunk egy saját zenekart, vagy aki lehetne ezeket bontakoztatni. És mivel én a Kőbányaiba jártam, ott szóltam az általam legjobban szeretett zenészeknek, és szerintem ők játszottak akkor a legjobban a suliban, hogy akkor csináljunk már egy bandát, és így jött össze ez a csapat. Nem teljesen lesz idegen számotokra ez a versenyzés, hiszen ott voltatok már a Füles Bagoly tehetségkutatóban is, a top 10-ben, de mégis mit vártok a dal 2021-től? Milyen reményekkel, vagy miért jelentkeztetek? Hát nekünk alapvetően már ez egy nagy csoda, hogy bejutottunk a dalba, és már így is nyertesként tekintünk magunkra. Szerintem a dal, amit beküldtünk, egy színfoltja lesz a műsornak, és nagyon jó, hogy ezt a fajta műfajt, ezt a zenei világot is népszerűsíteni tudjuk majd. Milyen pillanatokat próbál megragadni ez a dal, András? Hát igazából nekem, amiről szól ez az egész nóta, az az útkeresés. Nekem az útkeresésről szól, amikor mondjuk egy fiatal bejön egy nagyobb városba, és keresi a lehetőségeket, és ilyenkor csak hagyni kell, hogy sodorjon minket a szél. Hagyni kell, hogy a lehetőségeket meg tudjuk fogni. Erről szól. De valójában ez egy személyes történet, ami inspirálta a dal szövegét. Mi volt ez a történet? Igen, hát én kim voltam az Egyesült Királyságban egy karácsonyi turnén, és talán pont Írországban játszottunk valahol a barátaimmal, amikor kaptam egy e-mailt egy egyetemtől, ahova jelentkeztem és felvételt nyertem, hogy duplájára, a dupla annyiba kerül a tandíj, mint amennyi lett volna eredetileg, mert elrontották szerződésemet. És akkor néztem, hogy úristen, akkor most mit kezdek ezzel a szituációval, nyilvánvalóan akkor nem tudtam kifizetni azt az összeget, mert már a fele is nagyon magas volt, és hát akkor úgy éreztem, hogy kiúzták a lábam a talajt, nem tudom, merre tovább mit csináljak, mert erre építettem a következő 4 évemet. Erre készültem, akkor most hogyan felvételizzek, hogy mit csináljak, most már ez az egész sinem volt az ügy. Aztán utána úgy hozta az élet, hogy felvettek egy másik egyetemre, és most már 3. szemeszteremet csinálom, ott is minden helyére került. Mondhatjuk azt, hogy fontos célotok, hogy a jazzt populáris vonalon tálaljátok, populárisabbá tehessétek. Véleményetek szerint ennek a fajta jazznek, ennek a pop jazznek milyen tere lehet mondjuk egy ilyen típusú versenyben? Hát végül is sokszor hasonlítottak minket a United zenekarhoz egyébként, akik egy hasonló vonalat próbáltak hozni. Mi úgy csináljuk ezt az egészet, hogy a dallamvilág és a szövegvilág az próbál hát könnyen fogyasztható lenni, viszont harmóniák terén, meg maga a zenei világa az egész dalainknak, az meg egy kicsit megfejtősebb. Hogy éreztétek tegnap magatokat a főpróbán, András? Mennyire izgultok, vagy milyen érzés volt azon a nagy színpadon állni?
Hát igazából én nem mondanám, hogy izgulunk. Én ezt nem mondanám. Inkább azt, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog most az életünkben, és nagyon örülünk, hogy így a szürke mindennapokból most egy ilyen pezsgésbe kerültünk bele, és nagyon szeretnénk, hogy ez tovább is menjen. Úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Melyik zsűritag véleményére adtok leginkább, vagy kire vagytok leginkább kíváncsiak? Hát igazából az összes zsűritagra kíváncsiak vagyunk, az összes zsűritag véleményére. Én kiemelném, hogy én személyesen egy kicsit kíváncsi vagyok azért a Mezőmisinek a véleményére és a Ferenczi Györgynek is, mert a zenéiségükhöz én egy kicsit így közelebb állok szerintem. Igen, amúgy ide hozzákapcsolnék egy vicces sztorit, hogyha lehet. Pontos, kíváncsi leszek. Még mielőtt tényleg így beindult volna a zenekar, még nem is jelentünk meg egyik számunkkal se, viszont már voltak stúdiófelvételeink, akkor kipróbáltuk embereken a dalainkat, és akkor elküldtük úgy, hogy figyelj, itt van ez a zenekar, mit gondolsz erről, nem mondtuk el, hogy mi játszottuk, csak hogy úgy véleményezzék, hogy ne legyen bennük elfogultság. És akkor volt néhány ember, aki azt mondta a dalra, hogy ez a Mezőmisinek az új dala? Hát akkor ez a Mezőmisi beleszakult az erő. Mezőmisitől kaptuk egy 10-est. Bízunk ebben. Nagyon köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltatok. És hajrá holnap a színpadon. Sok sikert holnap. Köszönjük szépen.